Szeretettel köszöntelek a Veganet portál nevében. Ezen a héten a zöld turmixokról szeretnénk ejteni néhány szót. Többen előszeretettel fogyasztják ezt az italt már a tél folyamán is, amikor is csiráztatott növényekből, például búzafűből, olyan turmix italt készítenek, ami pótolja a hosszú tél során fennálló vagy keletkező hiányt a szervezetben. De ugyanezt megtehetjük tavasszal, de nem csiráztatott magvakból, növényekből, hanem egyszerűen az elinduló, sarjadó természetből, a leveleket leszedve, vagy zöldféléket, például spenót, sóskafélék, salátafélék, de akár a fáknak a leveleit is, például az almafának, birsalmának, körtének, szilvának, medgynek, cseresznyének, szőlő levelet, tehát a zsenge leveleket összeszedjük, és egy kehelybe behelyezzük, és érdemes ezt ennek a zöldnek a enyhén érdes ízét egy kis banánnal vagy almával elvenni, esetleg aki fogyaszt mézet, egy icipici mézet is tehet hozzá, vagy személy szerint én például most a mai reggelen datóját tettem volna, datója sajtból egy kis darabot levágva, illetve tettem is a turmix kelyhembe, csak az a baj, hogy tönkre ment. Előtte szedtem például itt a szomszéd telke üres, és szedtem ilyen vadszőlő virágot, amit szintén szoktam belehelyezni a turmix italba, de szoktam mána levelet, eperlevelet, szamóca levelet, tyúkhúrt, tehát mindazt, tyúkhúron kívül pásztortáskát, mindazokat a zöldeket belehelyezhetjük, amiről jól tudjuk, hogy ehető. A zöld turmixokat egy-két hónapig fogyasztva regenerálódhat a szervezet, helyreállhat az ősi rend, és újra egészségesekké válhatunk, de valaki ezt az év folyamán végig napról napra issza ezeket az italokat, de amire figyelni kell a zöld turmixok kapcsán, hogy váltogatni kell, tehát nem szabad azt megtenni, hogy például egy évig, vagy akár 2-3 hónapig minden nap csak spenót, zöld turmixot fogyasszunk, mert ezekben a zöld levelekben méreganyagok vannak, a kórokozók, a kártevők előzésére. Például a spenótban jól tudjuk, hogy oxálsav van jelen, és ezért ezeket bizonyos időközönként érdemes változtatgatni, de az alma és a banán az nagyon bevált. Próbáltam eperrel is egyszer, nekem az annyira, az íze végül is finom volt, de annyira nem vált be, de vannak olyanok is, akik a gyümölcsöt egy az egybe el tudják utána hagyni, és az a lényeg, hogy nem javasolnánk túl nagyon erős zöld ital készítését, csak egy halvány zöld, enyhe, szép, esztétikus színű ital készítésekor, és eléggé híg ital készítésekor biztos, hogy a család minden tagja örülni fog ennek az italnak, és az egészségünket szolgálhatja. Köszönjük, hogy meghallgattatok, a jövő héten újra jelentkezünk, akkor pedig a természetes befőzés témájában, hogyan tudunk úgy befőzni, eltenni nyári gyümölcsöket télire, hogy semmilyen tartósítószert nem használunk, és jobb esetben még föl sem kell főzni.